Üdv mindenkinek, G.V. Cooper vagyok, és szeretettel köszöntelek titeket a G.V. Cooper History legújabb adásában. Tagadhatatlan, hogy Franciaország fővárosának, Párizsnak az egyik legfontosabb jelképe a Szajna partján található Eiffel-torony. A francia kormány a francia forradalom 100. évfordulójának alkalmából az 1889-es nemzetközi világkiállításra nagy dobással készült. Valami olyan monumentális dolgot szerettek volna építetni, amely a kiállítás kapujaként funkcionálna, ráadásul hűen példázná a francia ipari, építészeti találékonyságot. Egy versenyt rendeztek, amelynek keretében bárki jelentkezhetett egy látványtervvel. Több mint 100 terv lett benyújtva a felhívásra, a centenáriumi bizottság pedig Gustave Eiffel francia hídmérnök tervét fogadta el, aki már évek óta szeretett volna egy gigantikus emlékművet elkészíteni Párizsban. Az építkezés 1887. januárjában kezdődött, és az 1889-es világkiállításra el is készült egy 300 méter magas torony, amelyhez később hozzácsatlakoztattak egy 24 méteres TV adóantennát, így az építmény 324 méterrel magasodott Párizs épületei fölé. A tornyot az építkezés kivitelezője után Eiffel toronynak nevezték el, a műemlék pedig konkrétan összeforrt Párizzsal, legfőképpen azért, mert az Eiffel toronyhoz hasonlót még soha senki sem épített. Kétszer olyan magas volt, mint a római Szent Péter kupolája vagy a gízai nagy piramisok. A torony forradalmat jelentett az építőmérnöki és építészeti tervezésben, és napjainkban is az egyik legnépszerűbb látványosság a világon elképesztő, de statisztikák szerint évente több mint 7 millióan látogatják meg. A toronyban számos étterem és múzeum is megtalálható. Mind jól tudjuk, hogy az Eiffel-torony Párizs városának a tulajdonában van, a torony irányítását pedig egy Société d'exploitation de la Tour Eiffel nevű cég látja el. Éppen ezért, ha Párizsban sétálnál egy napon, és egy férfi odalépne hozzád és megkérdezné, volna-e kedved megvásárolni a tornyot, vajon mit felelnél neki? A. Köszönöm, de jelenleg nincs pénzem rá, gyűjtök még egy kicsit. B. Hogyne uram, mennyibe kerül? Már is megveszem. C. Na elmész te a b***ba! Azt gondolom, a legtöbben a C opciót választanánk, ami egyáltalán nem meglepő, hiszen senkinek sincs joga ahhoz, hogy áruba bocsássa az Eiffel tornyot. Éppen ezért elképesztő, hogy valaki ezt megtette, ráadásul kétszer is megpróbálkozott ezzel a nem mindennapi adásvétellel. És hogy kipróbálkozott meg egy ilyen elképesztő dologgal? Nos, az a férfi, akit napjainkban a világ egyik leghírhettebb és legveszélyesebb szélhámosának tartanak. A csaló, aki arra specializálódott, hogy embereket verjen át, és tisztességtelenül jusson óriási pénzösszegekhez. A férfi elkövette a világ egyik legnagyobb bankjegyhamisítási műveletét is, amely majdnem megrengette az Egyesült Államok gazdaságába vetett bizalmat, sőt, állítólag a veszedelmes gengszterrel, a véreskező Al Capone-val is üzleti kapcsolatba került, és a csaló természetesen a mafiózót is átejtette. Ki volt ő? Hogyan sikerült folyamatosan átvernie a környezetében élő embereket? És hogy tudta egyszer eladni az Eiffel tornyot, másodjára pedig majdnem? A videóban többek között ezekre a kérdésekre is igyekszem válaszokat találni, tartsatok velem, és ismerkedjünk meg a világ egyik leghíresebb csalójának, Viktor Lustignak a hihetetlen történetével. Soha ne dicsekedj! Csak hagyd, hogy fontosságod csendben nyilvánvaló legyen. Viktor Lustig, a csaló király állítólagos 10 parancsolatának 8. parancsa. Viktor
Viktor Lustig személyét napjainkban is rengeteg rejtély övezi, hiszen a férfi elképesztő, de élete során 47 álnevet használt, több tucat hamis útlevelet hordott mindig magánál, és gyakran arisztokrataként, grófként, báróként hivatkozott magára, ám élete végén egy általa adott interjúnak, illetve felfedezett eredeti dokumentumoknak köszönhetően nagyjából már tudjuk, honnan indult Viktor Lustig szédületes pályafutása, aminek köszönhetően a világ egyik leghírhettebb csalójává vált. Viktor Lustig 1890. január 4-én született az osztrák-magyar Hostine településen, amely napjainkban Csehország része. Szüleiről és gyermekkoráról vajmi keveset tudunk, a férfi többször azt állította, az apja Ludwig Lustig volt a néhány ezer fős település polgármestere, ám erre semmiféle bizonyíték sincs, egy interjúja során végül elárulta, hogy egy rendkívül szegény paraszti családba született, és a túlélés érdekében már gyermekkorától kezdődően lopni kényszerült. Viktor az 1900-as évek elején többször bekerült különböző bűnügyi újságokba, leginkább lopásai miatt, 10 éves korára számos alvilági kapcsolatra tett szert, és profi zsebtolvajjá, illetve betörővé képezte ki magát. A True Detective Mysteries című újság szerint zseniális hamiskártyás volt, és gyakran kopasztott meg csalási trükkjeivel alvilági alakokat egy-egy kocsma asztalánál. Viktor Lustig hamar rájött, hogy igazi nagy pénzeket nem züllött kocsmákban fog csavargóktól, bűnözőktől leszakítani, ezért grófnak kiadva magát gazdag turistákkal teli óceánjárókra váltott jegyet. Az ápolt, elbűvölő modorú Lustig hamar be tudta hálózni az unatkozó, tehetős embereket, több nyelven is folyékonyan beszélt, az összképet egy, a bal arcán található sebb hely rontotta. A férfi később elárulta, hogy még 10 éves korában szerezte az arcát eltorzító sérülését, amikor egy féltékeny férj megvágta késsel Párizsban. Lustig az óceánjárókon folyamatosan bejárta Európát, Bécstől Prágán át Londonig és vissza. Ez idő alatt folyamatos csalásokat követett el, hamiskártyásként ügyködött a hajókon, de előfordult, hogy zenei producernek adta ki magát, aki különböző produkciókhoz keres befektetőket. Természetesen ezek a produkciók sosem léteztek. Történt azonban, hogy az első világháború kirobbanásakor megszűntek a transzatlanti hajók szolgáltatásai, ezért Viktor Lustig úgy döntött, ideje újabb bevételi források után nézni. Mivel Európában nem volt ismeretlen a neve a hatóságok előtt, Lustig az Egyesült Államokba utazott, ahol egy elképesztő, általa feltalált gépet kezdett árusítani. Ez nem volt más, mint az úgynevezett román persely, ami egy pénzhamisító gép szerepét töltötte be. Nem sokkal Amerikába való érkezése után Lustig egy masina megszerkesztésébe fogott bele. Pontosan nem tudjuk, kik és hányan segítkeztek a szerkezet kivitelezésében, de Lustig a gépet saját találmányaként hirdette és árulta. A masina egy cédrusfából készült kis doboz volt, sárgarész számlappal és görgőkkel a belsejében. Lustig román persejnek nevezte, és azt állította róla, a szerkentyű képes bankjegyeket egész pontosan $100-osokat másolni. Lustig többször szervezett egy amolyan gép bemutatót, ilyen alkalmakkor egyik bűntársa, egy Dan Depper Collins nevű csaló segítette. Lustig elmagyarázta a bemutatóra összegyűlő jövendőbeli vevőknek, hogy a román persej rádium segítségével képes a pénzmásolásra, és használata nagyon egyszerű. Csak bele kell helyezni egy $100 bankjegyet, és a gép azt tökéletesen tudja reprodukálni, a másolási idő mindössze 6 óra hosszát vesz igénybe. Lustig és Depper ezt demonstrálták is, a gépbe tettek egy $100-ost, és 6 óra múlva az elámuló emberek szeme láttára 2 bankjegyet vettek ki a masinából. Az emberek természetesen azonnal megvásárolták több $10,000 a román persej prototípusait, amelyből több tucatot készített el Lustig. Egy szerencsejátékos csoport hihetetlen, de egyetlen gépért $46,000 fizetett. Igen ám, de a vásárlók hamarosan rájöttek, hogy Lustig csúnyán átejtette őket. A gép természetesen nem volt képes a bankjegymásolásra, Lustig ugyanis a bemutatók előtt elrejtett a gépekben 3 valódi $100-ost, és az első 3 alkalomkor ezeket a bankjegyeket dobta ki a gép, azonban a 4. próbálkozásra már csak egy üres papírlap hengeredett ki a román persejből, hiszen a belé rejtett valódi bankjegyek elfogytak.
Amikor azonban a pórul járt vevők rájöttek, hogy Lustig átverte őket, akkorra a csaló már messze járt. Következő átverésében kötvényekkel mahinált, 1922-ben egy egész bankintézetet is átvágott, amikor visszafoglalt kötvények egy részéért óriási pénzösszeget fizettek ki neki. Lustig a kötvények mellett egyéb csalásokat is elkövetett. Egy ízben behálózott egy tehetős asszonyt, akinek a férfi német grófként mutatkozott be, és elmondta neki, hogy óriási vagyont örökölt milliómos szüleitől, ám a pénzhez csak hétfőn tud hozzájutni, ha kinyit a bank, ezért némi kölcsönre lenne szüksége a hétvégére. A gyanútlan nő kölcsönzött is a kifogástalan modorú Lustignak egy nagyobb összeget, cserébe fedezetül kapott Lustigtól egy aranyórát. Ám Lustig nem jelentkezett hétfőn, nyomtalanul eltűnt, a nő pedig hamarosan rájött, hogy az aranyóra valójában nem aranyóra, hanem acélból készült, és aranyszínű festékkel lett befestve. Emellett Lustig dokumentumokat is hamisított. Olyan iratokkal vagy irodalmi alkotásokkal állt elő, amelyeket állítólag híres emberek alkottak, például Marie Curie, Abraham Lincoln vagy Mark Twain. Az iratokat Lustig saját maga hamisította, de olyan ügyesen, hogy egy laikusnak vagy kereskedőnek fel sem tűnt, hogy hamisítványokról van szó, csak szakértők állapították meg később, hogy nem eredeti írásokat és műveket vásároltak a csalódott kuncsaftok Viktor Lustigtól. Ezekben az időkben Lustig megnősült, egy Mary Elizabeth Jensen nevű amerikai nőt vett el, és született egy lányuk is, Louisa Sophia Lustig. A lány később arról számolt be, hogy az első szavak, amelyeket megtanult, nem az anya vagy apa voltak, hanem a soha ne mondj semmit a rendőrségnek. Lustignak egyébként számos nő volt az életében. 1919-ben egy Roberta Noré nevű nőt vett el, emellett pedig sokáig viszonya volt egy Billy May Sible nevű prostituáltal. Természetesen a hatóságok előtt egyáltalán nem volt ismeretlen Viktor Lustig és a több tucat más személyazonossága sem. 40 amerikai város rendőrsége több gúnynével is illette, hívták a sebbhelyesnek, a grófnak vagy báró úrnak is. Ahogy Lustig elképesztő cselekedetei egyre nagyobb vízhangot kaptak az amerikai alvilágban, úgy került egyre jobban az Egyesült Államok rendőreinek látókörébe. Azonban elkapni sosem sikerült, mindig kicsúszott a rendőrök karmai közül. Christopher Stanford, a Viktor Lustig, The Man Who Camed the World című könyv szerzője, aki alaposan utána kutatott Lustig rendőrségi anyagainak, elmondta, hogy Lustig számára nem létezett semmilyen erkölcsi stopptábla. Ha átverésről, csalásról volt szó, bármiben benne volt, és érdekes módon Lustig valamilyen formában mind a rendőröket, mind a hatóságokat lenyűgözte. A True Detective krimi magazin így írt róla. Lustig egy húsvér Jekyll és Hyde volt. Ugyanúgy közvetlenül társalgott egy színház előtt egy professzorral vagy egy angol főúrral, mint egy alvilági zsebtolvajjal egy rossz hírű mulatóban. A New York Times egy káprázatos férfiként írta le, aki intelligenciájával és modoros viselkedésével bárkit le tudott venni a lábáról, és ugyanolyan otthonosan mozog felsőbb körökben, mint az alvilágban. Természetesen Lustig szakmájában a hírnév igen kellemetlen következményekkel jár, ezek közé az is tartozik, hogy könnyedén csattanhat az ember csuklóján a bilincs. Egyre forróbb lett a talaj alatta az Egyesült Államokban, a rendőrök egyre többet érdeklődtek utána, ekkor határozott úgy, hogy ideje távoznia a földrészről, ha nem szeretne előbb-utóbb a rácsok mögé jutni. 1925-ben kereket is oldott, úti célja Európa, azon belül Párizs volt. Ekkor követte el egyik legnagyobb csalását, melynek köszönhetően legendássá vált a neve nem csak bűnözői körökben, de az egész világon is. Amikor Viktor Lustig 1925-ben Párizsba érkezett, az Eiffel-torony 36 éves volt. A párizsiak egy része meglepő módon egyenesen utálta az építményt. Barbár vashalomnak minősítették, Guy de Maupassant író pedig egy kritikájában a várost elcsúfító rongyos piramisnak nevezte, amelyet minél hamarabb össze kellene törni. Párizsi emberek egy dühös csoportja még egy petíciót is elküldött a kormánynak, a petícióhoz mellékelt levélben arra szólították fel a kormánytagokat, azok bontassák el a 300 méteres tornyot.
Ugyanis az Eiffel-torony, ahogy említettem, ideiglenesen készült az 1889-es világkiállításra, és az volt a terv, hogy a kiállítás után lebontják, ám a párizsi hivatal végül a megtartása mellett döntött, ám az ikonikus építmény fenntartása meglehetősen költséges volt. Viktor Lustig egy napon egy párizsi kávézóban üldögélt, és a napi újságot lapozgatta, amikor felfigyelt egy, az újságban szereplő cikkre. A cikk arról szólt, hogy az Eiffel-torony fenntartási költségei óriási terhet rónak a francia kormányra, ezért felmerült annak lebontásának a gondolata is. A cikk viccesen azzal zárult, hogy a lebontás után talán ócska vasként el lehetne adni a monumentális tornyot. Viktor Lustig fejében ekkor egy zseniális terv részletei kezdtek kibontakozni. Korábban már csinált hasonló csalást még Angliában. Egy ízben azt állította, hogy London szimbóluma, a Temze fölött áthaladó, London északi és déli felét összekötő híd, a Tower Bridge az ő tulajdonában van, és jó pénzért sikerült is azt értékesítenie. Azt is hozzá kell tenni, hogy az 1900-as évek elején rengeteg ingatlan csalás történt, ennek egyik fő képviselője Charles Ponzi olasz szélhámos volt, egy George Parker nevű csaló pedig több alkalommal is eladta a Brooklyn hidat vagy a szabadságszobrot. Nem kizárható, hogy Lustig ezekből az ügyekből inspirálódott, amikor megfordult a fejében, hogy el kellene adnia az Eiffel-tornyot. Lustig érezte, hogy az Eiffel-torony eladásával konkrétan beírná magát a történelemkönyvekbe, ráadásul elképesztő vagyonhoz juthatna hozzá, ha sikerülne értékesítenie a francia kormány tulajdonában lévő hatalmas tornyot. Úgy határozott, belevág eme izgalmas, ám nagyon veszélyes terv megvalósításába. Egy ilyen nagymértékű átverést egyedül nem tudott volna kivitelezni, több bűntársa is volt az átverés megszervezésében. Egy Dante Collins nevű férfival elegáns kocsikat béreltek sofőrökkel, kivettek egy lakosztályt a párizsi Crayon Hotelben, egy korrupt tisztviselő segítségével pedig Lustig szerzett egy, a francia kormány hivatalos pecsétjét tartalmazó dokumentumot, amelyben az szerepelt, hogy Viktor Lustig a Párizs Város és Eiffel-torony bizottságának a megbízásából jár el, Viktor Lustig pedig a távközlési minisztérium főigazgatója. Ezután a férfiak leveleket küldtek a francia fémhulladék ipar vezető embereinek, és egy találkozóra hívták őket a Crayon Hotelbe. A találkozóra a Lustig által bérelt szállodai lakosztályban került sor. A csaló király felvázolta a vaskereskedőknek, hogy műszaki hibák és a költséges javítások miatt a francia kormány úgy döntött, hogy az Eiffel-torony lebontását hamarosan megkezdik, az így keletkező óriási mennyiségű fémhulladékot pedig felajánlják annak a kereskedőnek, aki a legkedvezőbb ajánlatot teszi meg érte. Lustig megkérte az elámuló vaskereskedőket, ezt az információt egyelőre tartsák titokban, egészen addig, amíg a kormány hivatalosan nem hozza nyilvánosságra. Lustig terve mondhatni tökéletes volt, mivel Párizsban már régóta forgott közszájon, hogy a kormány le akarja bontatni a tornyot, így a kereskedőkben fel sem merült, hogy valami turpisság lehet a dologban, így azonnal megtették ajánlataikat. Lustig jó emberismerő lévén azonnal kiszúrta, hogy a balek egy André Poisson nevű kereskedő lesz. Lustig félrevonta a férfit, és közölte vele, hogy megvesztegethető, így ha Poisson fizet neki egy bizonyos összeget, akkor Lustig elintézi, Poisson ajánlatát fogadja el a kormány. Így történt, hogy André Poisson nem csak az Eiffel-torony árát, de a kenőpénzt is kifizette Lustignak, összesen 70 ezer dollárt. Amint a pénz átadása megtörtént, hogy nem, a távközlési minisztérium főigazgatóját, a sebhelyes báró és gróf urat elnyelte a föld. Mint kiderült, Lustig néhány nappal később Ausztriába szökött. Azt gondolhatnánk, hogy ebből a pofátlan, de egyben fantasztikus átverésről óriási botrány kerekedett, akkor hatalmasat tévedünk. Bár Poisson hamarosan rájött, hogy csúnyán átverték, ám hihetetlen módon nem mert elmenni a rendőrségre feljelentést tenni, mert annyira szégyelte, hogy Lustig ilyen módon lóvá tette. Ezen felbátorodva egy hónappal később Viktor Lustig visszatért Bécsből Párizsba, és szemtelen módon ismét azt tervezte, hogy újra eladja az Eiffel-tornyot, ám ezúttal már nem járt szerencsével. Lustigra gyakran úgy hivatkoznak, mint a férfira, aki kétszer is eladta az Eiffel-tornyot, azonban ez nem fedi a valóságot.
Való igaz, hogy Lustig ekkor is talált 6 ócskavas kereskedőt, akiknek ugyanazt előadta, mint az előző átverésénél az akkori áldozatának. Ezúttal azonban kiszemelt áldozata gyanút fogott és értesítette a rendőrséget, így Viktor Lustig kénytelen volt menekülni. Ekkor visszatért az Egyesült Államokba. A férfi természetesen folytatta alvilági, csaló életét Amerikába való visszatérése után is, és olyan emberekkel került üzleti kapcsolatba, mint Al Capone, sőt, egy gyilkossági ügybe is belekeveredett. Viktor Lustig feleségével és lányával Chicago külvárosába költözött az őt üldöző párizsi hatóságok elől, ahol azonnal érintkezésbe lépett még a korábbi Egyesült Államokbeli tartózkodása során kialakított alvilági kapcsolataival, és ismét a román persely volt az egyik fő megélhetési forrása, de más egyéb pénzügyi csalásokban is részt vett. A legendák szerint Viktor Lustig nem csak egyszerű balvilági figurákkal volt szoros kapcsolatban, de olyan nagyágyúkkal is, mint Al Capone, Arnold Rothstein amerikai gangster, illetve Jack Lex Diamond ír-amerikai mafiózó. Kering egy szóbeszéd, amely szerint Lustig a hírhedt gangstervezért, a szeszcsempész Al Capone-t is átverte. A történet szerint Lustig megkereste Al Capone-t és közölte vele, egy nagyszerű pénzügyi csalást akar lebonyolítani, mindehhez 50 000 dollárra van szükség, amelyet aztán Lustig 2 hónap múlva meg fog duplázni. Capone hallotta hírét Lustignak és gyanakodott is, ám úgy volt vele, ha a csaló megpróbálja átejteni, akkor rövid úton megszabadul tőle, ráadásul kíváncsi is volt arra, vajon Lustig tényleg meg fogja duplázni a pénzét, ezért rövid vonakodás után kölcsönzött Lustignak 50 000 dollárt. Azonban szó sem volt semmiféle üzleti csalásról. Lustig az 50 000 dollárt egyszerűen elhelyezte egy széfben, a megbeszéltek szerint pedig 2 hónap múlva jelentkezett Al Capone-nál. Közölte a gangsterrel, hogy a pénzügyi biznisz sajnos nem jött össze, ő maga is bukott vele, de a tisztesség úgy kívánja, hogy Capone 50 000 dollárját hiánytalanul visszaszolgáltassa. Majd ezekkel a szavakkal egy bőröndben visszaadta a pénzt Capone-nak. A mafiózót lenyűgözte Lustig idézőjeles becsületessége, ezért jutalomból megajándékozta a csalót 5 000 dollárral. A helyzet azonban az, hogy nem áll rendelkezésünkre biztos forrás azzal kapcsolatban, ez a história tényleg megtörtént-e vagy sem. Ez a sztori egy James Johnson nevű író 1961-es könyvében jelent meg legelőször, ám a 20-as, 30-as években senki sem számolt be egy Capone és Lustig közötti üzletről. Ráadásul Capone-ról köztudott volt, hogy nem szívesen osztogatta a vagyonát. Bár előfordult, hogy vetett borravalóként néhány dollárt pincéreknek vagy borbélyoknak, valójában mindig ügyelt rá, kinek és mennyi pénzt ad oda, például egy neki dolgozó asztalosnak egy ízben 100 dollárt nem volt hajlandó kifizetni, mert nem volt elégedett a munkájával. Bár Lustig valószínűleg ismerhette Capone-t lévén, hogy Chicagóban ténykedett, és igen nagy híre volt az alvilági, illetve rendőrségi berkeken belül, vajon mekkora esélye van annak, hogy a zsugori Capone rámert volna bízni 50 000 dollárt a szélhámos Lustigra? Akárhogy is volt, Viktor Lustig egyre inkább bátrabbá vált, és 1930-ban egy Tom Shaw és egy William Watts nevű férfival egy nagyszabású pénzhamisítási üzletbe vágott bele. A férfiak olyan tökéletes bankjegyeket hamisítottak, amelyek még a bankszektorban dolgozókat is megtévesztették. Az amerikai numizmatikai szövetség szakértője Joseph Bowling a következőket mondta a Lustig által létrehozott 100 dollárosokról. A Lustig-Watts pénzek olyan tökéletesek lettek, mintha az Egyesült Államok kincstára készítette volna őket. Ez igen komoly ügy volt, hiszen ilyen tökéletes és nagyszámú hamis bankjegyek könnyen megingathatták volna az amerikai dollárba vetett nemzetközi bizalmat. Ekkor került Lustig a titkos szolgálat látókörébe is, a szervezet egyik ügynöke, az olasz-amerikai Peter A. Rubano pedig elhatározta, hogy addig nem nyugszik, míg Lustigot rács mögé nem juttatja. Rubano igen komoly hírnévnek örvendett, például ő fogta el a hírhet Ignacio de Wolf Lupót, aki az 1900-as évek elején a hírhet Fekete Kéz nevű zsaroló banda vezére volt. Lustig akkoriban számos személyiséget is felvett magára, úgy cserélte az álneveit, mint más a fehér neműjét.
Gyakran álcázta is magát, hol rabbi volt, hol portás, hol pedig nagyméltóságú gróf, hiszen a rendőrség és a titkos szolgálat is a nyomában volt. 1931. decemberében Lustig neve felmerült egy gyilkossági ügyben is, az áldozat a kor hírhet mafiózója, az ír származású Jack Lex Diamond volt. Diamond egy veszedelmes szeszcsempész volt, aki kapcsolatot tartott fenn Al Capone-val és Arnold Rothsteinnel is, és esküdt ellensége volt egy Dan Schultz nevű amerikai gangsternek. Diamond ellen több sikertelen merénylet történt az 1920-as években, végül két fegyveres férfi lőtte agyon egy Albany Dow Street-i hotelban 1931. december 18-án. Azonnal beindultak a találgatások, vajon kivégezhetett a bűnözővel, napjainkra úgy vélik, vagy Dan Schultz emberei, vagy az Albany rendőrség tagjai ölték meg Diamondot, és a nyomozás során kiderült, hogy Victor Lustig éppen a Diamond szobája melletti lakosztályt bérelte azokban az időkben, így valószínű, hogy tud valamit a gyilkosságról, így ekkorra már a gyilkossági ügy miatt is keresték Lustigot. Lustig azonban sikerrel bujkált. Pénzhamisító hálózata egyre kiterjedtebb lett, és hihetetlen, de még egy texasi sheriffet is átvágott, akinek hamis bankjegyeket adott át egy alkalommal New Orleansben. Lustig egyre pofátlanabb lett, és a hatóságoknak egyszerűen nem sikerült a nyomára bukkanniuk. Ki tudja, a férfi meddig folytathatta volna észveszejtő csalás sorozatát, ha nem következik be életében az a jelenség, ami nagyon sok férfi végzetét okozta már. A féltékenység. Ahogy említettem, Lustig nem vetette meg a női nemet, többször megnősült, ám nem volt a hűség mintaképe. Jóformán mindenkit megcsalt mindenkivel. 1935-ben a prostituált Billy May, akivel Lustig csalta a feleségét, megtudta, hogy Lustig viszonyt kezdett bűntársának, Tom Shaw-nak a barátnőjével. Billy May ezt személyes sértésnek vette, és úgy határozott, bosszút áll. Örjöngve hívta fel a rendőrséget, és közölte velük, az évek óta keresett szélhámos gróf New Yorkban tartózkodik, és megadta a pontos címét is. Rubánó ügynök több társával azonnal New Yorkba utazott, ahol 1935. május 10-én egy New Yorki utca sarkán ki is szúrták a tömegben sétáló Lustigot. Kezeket a levegőbe! Harsant fel Rubánó ügynök torkából a kiáltás. Victor Lustig nyugodtan megfordult, és amikor meglátta, hogy több dühös ügynök veszi körül, nem tiltakozott, nem ellenkezett, hanem szótlanul előre nyújtotta mindkét kezét, és hagyta, hogy megbilincseljék. A csaló király végre rendőrkézre került, és egy manhattani börtönbe szállították, ahol a tárgyalásáig óhajtották fogva tartani. Ám a hatóságok öröme nem tartott sokáig, ugyanis Victor Lustig döbbenetes módon elfogása után 5 hónappal, 1935. szeptember 1-én megszökött cellájából olyan módon, hogy kötelet készített az ágyneműjéből, és mint valami nagyvárosi Tarzan, azon leereszkedett a cellájának ablakából, amelyen előtte egy becsempészett reszelő segítségével elfűrészelte a rácsokat. Amint a lába alatt talajt érzett, azonnal rohanni kezdett. Az őrök hamarosan észrevették, hogy Lustig hiányzik a cellájából, ezért azonnali hajtóvadászatot rendeltek el. Egyes források azt állítják, a smasszerek Lustig párnáján egy kézzel írott szöveget fedeztek fel, egy idézetet Victor Hugo Nyomorultak című művéből. Az idézet egyik sora így hangzott. A törvényt nem Isten alkotta, az ember pedig tévedhet. Lustig egy héten keresztül bujkált az őt üldöző hatóságok elől, végül Pittsburghben fogták el, a város északi oldalán, elfogását egy hosszas macska-egérjáték előzte meg. Elfogásakor az egyik titkos szolgálati ügynök állítólag a következőket mondta neki. Gróf, te vagy a valaha élt legnagyobb szélhámos! Lustig erre így felelt. Sajnos nem lehetek az, hiszen sikerült elfognotok. Ez valóban nagy igazság volt, ugyanis ebből a helyzetből már a csaló király sem tudta magát kiszabadítani. Eljött az ítélet napja. Victor Lustigot 1935. novemberében New Yorkban állították bíróság elé hamisítás és csalás vádjával.
A gróf bűnösnek vallotta magát a vádakban, a bizonyítékok is ellene szóltak, így 20 év börtönbüntetésre ítélték, amelyet a hírhedt sziklán a San Francisco öböl közepén található Alcatraz börtönszigeten kellett letöltenie. Victor Lustig, amikor átszállították az Alcatrazra, már amolyan hírességnek számított, az őrök pedig ehhez méltóan fogadták. Alaposan átkutatták a ruházatát és testét elrejtett reszelőt, kést vagy egyéb tárgyakat keresve. Amikor a smasszerek végigkísérték a börtön folyosóján, mindenhonnan füttyök, kiáltások és csörömpölések hallatszottak. Így üdvözölték raptársai a csaló királyt. Victor Lustig szokásához híven az Alcatraz őreinek is az agyára ment. Szinte hihetetlen, de a bentartózkodása alatt 1192 orvosi kérelmet nyújtott be, mert gyakran arra hivatkozott, hogy egészsége nem bírja az alcatrazi zord körülményeket, ám az Alcatraz személyzete azt gondolta, ezek a kérelmek a csaló király szökési tervének a részei. Az orvosi jelentések így szóltak. Victor Lustig gyakran színlel, hajlamos a testi panaszok felnagyítására, és gyakran panaszkodik képzeletbeli bajokról. Lustig úgy járt, mint a pásztor, aki azzal szórakozott, hogy azt állította társainak, farkasok támadták meg anyáját. Ám amikor az incidens tényleg megtörtént, már senki sem vette komolyan a tréfás pásztor segélykiáltásait. A csaló, színlelő Lustig 1947. március 9-én tényleg tüdőgyulladást kapott, és olyan rosszul lett, hogy hamarosan szigorú felügyelet mellett szállították át egy springfieldi kórházba, ám ott két nappal később, 1947. március 11-én elhunyt. A csaló király 57 éves volt. Halotti anyakönyvi kivonatán foglalkozásaként a következő szerepelt. Kereskedő gyakornok. Az, hogy szélhámos, aki eladta az Eiffel-tornyot, feltalálta a román persejt, és egy óriási pénzhamisító bűnszervezetet üzemeltetett, nem lett megemlítve a dokumentumban. Így ért véget Victor Lustig izgalmas, ám egyben bűnnel teli élete. Rengeteg legenda terjedt el róla már életében és halála után is, így nehéz eldönteni, mi az igazság és mi a fikció az életével kapcsolatban. Elképesztő, de egy Thomas Andale nevű történész 2015-ben kutatni kezdett minden olyan dokumentum után, amelyek alapján összerakható, ki is volt pontosan Victor Lustig, ám a történész kutatásai során rájött, hogy Hostine városában sosem járt általános iskolába egy Victor Lustig nevű gyermek, sőt, Lustig születési anyakönyvi kivonata sem lelhető fel, tehát egy szemernyi bizonyíték sincs arra nézve, hogy Victor Lustig valaha is megszületett volna. Erről egy rejtőjenő karakter, az Elátkozott part, illetve a Három testőr Afrikában című regényekben szereplő Senki Alfonz jut eszembe. Senki Alfonz ugyanis arról volt híres, hogy csak a legnagyobb titokban tartózkodhatott a földön, ugyanis a világ összes államából ki volt tiltva. Hiszen bár Victor Lustig tényszerűen élt, azt nem tudjuk, vajon megszületette. Azt hiszem, ez sokkal nagyobb teljesítmény annál, hogy átverte Al Capone-t, vagy hogy egy ízben sikerült eladnia az Eiffel-tornyot. És hogy mit hagyott maga után a szélhámosok grófja? Egy szédületes, filmbe vagy regénybe illő kalandos életet és egy 10 parancsolatot, amelyet állítólag maga Lustig szerkesztett meg a jövő csalóinak és szélhámosainak. Bár nem bizonyított, hogy valóban Lustig írta meg a csalók 10 parancsolatát, nem lennék meglepve, ha lenne hozzá némi köze. Búcsúzóul hadd olvassam fel ezt a 10 parancsolatot. 1. Legyél türelmes hallgatóság. 2. Mindig legyél érdeklődő. 3. Várd meg, amíg a veled szemben ülő felfedi a politikai véleményét, és érts vele egyet. 4. Várd meg, míg a veled szemben ülő felfedi vallási nézeteit, és te is vald ugyanazt. 5. Kerüld a szexuális témákat, csak akkor ne, ha a másik személy érdeklődést mutat iránta. 6. Soha ne beszélj semmilyen betegségről, kivéve ha a másik nem akarja, hogy beszélj róla. 7. Soha ne ásd bele magad egy személy magánügyeibe, személyes kapcsolataiba. 8. Soha ne dicsekedj. Hagyd, hogy fontosságod csendben legyen nyilvánvaló. 9. Soha ne légy rendetlen. 10. Soha ne legyél részeg.
Nektek mi a véleményetek a videóban elhangzottakról és Viktor Lustig elképesztő életéről? Gondolataitokat szívesen várom komment formájában itt a videó alatt. Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok, ha érdekesnek találod a munkásságomat, kérlek iratkozz fel ide, és a GV Cooper a világ legbrutálabb csatornámra is, illetve kövessd be a GV Cooper Facebook és Instagram oldalt. Ha van kedved, csatlakozz a csatornatagság funkcióhoz, ahol a novelláimból készített videóimat, illetve egyéb érdekességeket tekinthetsz meg. Köszönöm szépen minden csatorna tagnak a támogatást. A következő videó hamarosan érkezik, köszönöm a figyelmet, addig is az erő legyen veletek, sziasztok!